Az első izgalom a második percben egy szüglet után történt, nagyon lévérhez került a labda, aztán Regedei passzolt, vagy lőtt a kapu mellé. 13. perc, Nikolic megszerzi a videótongóját, Nikolic kezdőként is eredményes, tehát nem csak csereként. Bácsi jobbadali beívelését elvétették a védők, és 5 méterről fordulásban Nikolic idei 11. gólját lőtte. A 40. percben Sándor György kulcspassza, Nikolic sarokkal gyönyörűen Gyurcsónak, és ez is vendéggól, 0-2. Gyurcsó 6 gólos a szezonban ezzel. Zseniális volt Nikolic gólpassza. 51. perc, Bracsi szabadrúgás, alig fölé. Újabb 4 perc, Pécsi támadás, formát középre teszi Márkovics, Demjén és Andorka. Szépít, visszahozza a reményt, visszajön a meccsbe a Pécs. Nem szerencsés kellett ahhoz, hogy eljusson Andorkához a labda. 58. percben járunk. Egy rossz pécsi szöglet után Nikolic, Gyurcsó és hihetetlen nagyot védett Dibusz, illetve hát remekül jött ki a kapujából. Újabb 10 perc telik el, és jön egy 11-es Bognár Tamás fújta be. Nézzük az esetet. Hát meg lehetett adni. A labda mögött Nikolic, és ezzel gyakorlatilag eldönti a 3 pont sorsát. Maga biztos, nem ennyi Nikolic büntető. Dibusz lecsüccsent. Nem állt le azonnal a videóton, 75. perc, Sándor Mitrovics távoli lövés, alig mellé. Maradt még egy pécsi lehetőség, amely Parackitól indult, Andorka tovább segíti, Frőlik cipeli a labdát, talán egy kicsit túl sokáig is, így Bozsovicsban hal el. Élveszi Matész videóton 1-3. Jól indult a mérkőzés, de kihangsúlyoztuk a munkát a fejem az első 15 percben. Sajnos még egy kaptunk, kettőt is igazán semmiből. A második fél idő elején 20-25 percig varási erőfeszítéseket és nagy erőmozgósító munkára, hogy ki tudunk egyenlíteni. De egy harmadik hiba, az megpecsételte a sorsunkat. Én azt láttam, hogy az anyagokra a minőség, nem pedig a dolgok egyéni hibák döntöttek.